Thank mm -hmm. you. olvassuk Istennek ígéjét ezen az estén, Lukács evangéliumának 19. részéből, a 19. fejezet első versével kezdve, a 10. ige is felolvasva. Ismétlem, ezen az estén vegyük elő a Bibliát, és keressük meg Lukács evangéliumát, a Lukács evangéliumának 19. részét, a 19. fejezet első versével kezdem az igének olvasását, és a 10. igeverség olvasom azt, így hangzik Isten ígéje. Jézus bement Jerikóba, és áthaladt rajta. És ime volt ott egy zákeus nevű gazdag fővámszedő. Ez szerette volna látni Jézust hogy melyik az de a sokaságtól nem láthatta mivel kistermetű ember vala ezért előre futva felhágott egy eperfügefára hogy lássa őt mert arra kellett jézusnak elmennie és amikor Jézus arra a helyre ért feltekintett, és azt mondta neki, Zákeus, gyorsan szállj le, mert ma nékem a te házadnál kell megszállnom. Ekkor ez gyorsan leszállott, és örömmel fogadta be őt. Mikor ezt látta a sokaság, mind zúgolódtak eképpen szólva. Bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállott, és ezt mondta az úrnak. Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom. És ha bárkitől, valami csalással elvettem, négy annyit adok helyébe. Jézus ezt mondta neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, ő is az Ábrahám fia, mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse, hanem hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Mert az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Amen. Imádkozzunk. elcsendesedünk, Uram, is dicsőítünk téged, aki Istennel vagy egyenlő, és embernek fia lettél, és megkóstolta az emberi létet, és szenvedtél értünk, de feltámadtál és élsz, hogy ne bűnös emberek legyünk, maradjunk, hanem Ábrahámnak gyermekei, Istennek örökösei, Krisztusnak örökös, örökös, társai. Hálát adunk, Uram, az áldozatért, és dicsőítünk jóságodért. Köszönjük, Uram, azt, hogy nem vagyunk földön futók, és még házakban, lakásokban lakhatunk. Köszönjük, hogy nem háborúdult a pusztításban élünk. De köszönjük az örök lakást, az üdvösséget, a mennyeknek országát. És köszönjük, hogy a ma esti ige összeköti a földi létet, és összeköti az örök létet, és szól arról, hogy miként lehet üdvösségünk. Hálát adunk, Uram, azért, mert akik hiszünk Te benned, azoknak örök életjük van Te benned. És imádkozok, hogy munkád ezt ma is nyisd szívünket, Uram, értelmünket. És különféle helyzetekben, ahogy vagyunk, akár a pénzhez való hozzáállás, akár az életbe való forgolódás, akár a panaszolkodás, zúgolódás, előítélkezés, vagy bármilyen más bűn lenne életünkben, tisztíts meg. És fogadunk téged, Uram, szívünkben. Zákeussal együtt helyed van, Uram, úgy, ahogy látjuk ezt nála, lakásunkban, életünkben, és mindenben, amit teszünk. Kérünk, áld meg ígédet számunkra. Könyörülj, cselekedj, és dicsőítsd meg a te neved. És segíts, Uram, tisztelni a törvényt, de élni te általad és te benned a Krisztus törvénye szerint áld meg Uram minden hallgatót és tévénézőt, és kérünk, hogy munkálkodj hogy valamennyünk életében a te kegyelmedből. Amen. Kedves testvéreim, Jézus utolsó útján van, amikor megy föl Jeruzsálembe. A harmadik esztendőnek a végén vagyunk, a Krisztus szolgálatának harmadik esztendejében is immár utoljára megy keresztül Jerikón. És arról olvasunk, hogy hatalmas tömeg kíséri őt, és úgy olvassuk, hogy csodát cselekedett ott Jerikóban Bartimeusnak a szemevilágát visszaadta, és azt olvasok a 18. rész utolsó verseiben, hogy az, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik úgy, hogy az Abcsel 2.21-ben ezt olvassuk, mert így kiáltott fel Bartimeus, Jézus, Dávidnak fia, könyörű rajtam, és megjött az ő szeme világa, és Jézus könyörült rajta. És követi őt, az úton, dicsőítve, magasztalva az Istent, és Bartimeussal együtt nagy sokaság ment, mert csoda történt, és a csoda mindig vonza az embereknek a figyelmét. És azon a napon Jézus Krisztusnak különleges terve volt. És a mai ígénk erről szól, hogy velem és veled is terve van a mindenhatónak, terve van Krisztusnak. Váratlan dolgok történhetnek. De jöjj, jöjjünk, mindnyájan menjünk Krisztus közelébe, Krisztushoz közel. Azt olvassuk, hogy a nagy sokaságtól való féltében Zákeus, aki fővámszedő volt, gazdag ember, nem mert bevegyülni a sokaságban. Ugyanis sokaktól patvarkodással, veszekedéssel, igazságtalansággal, római erőnek a karhatalmával elvett dolgokat. És tudta, hogy soka haragosa. Tudta, hogy sokan vannak, akik nem szeretik őt. Tudta, hogy ő bűnös ember. De Jézus látni akarta, és kereste, kereste a megoldást. És ma este elsősorban figyeljük meg azt, hogy a kereső embert Krisztus megtalálja. Mert ő azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa azt, ami elveszett. És most fókuszáljunk erre először, hogy, hogy megkeresse volt elveszett fiú, volt elgurult dráma, és most volt az életben eltévedt, bűnben élő ember, akit már kirekesztett a zsidó társadalom önmagából ott akkor az első században. Zákeus, mint bűnös ember, mint vámszedő, mint hazaáruló, mint aki eladta magát a rómaiaknak, nem volt közkedvelt személy, hanem elítélt személy volt. Megvetett személy. És arról olvasunk, hogy ez az ember tett azért, hogy Jézussal találkozzon. Előre futott az úton, és keresett egy eperfügefát az útszélén, arra fölmászott, és várta, hogy jöjjön a sokaság, jöjjön Jézus. És jött az Úr. Mert tudta, hogy ma, akkor este, ő Zákeus házához kell menjen. Ott készítette el Isten számára a helyet, a szolgálatot, és várta őt, Zákeus és az ő családja. És kedves testvéreim, figyeljétek meg! Így olvassuk. Miután Zákeus megtette a maga részét, előrefutott, fölhágott, fölmászott egy eperfügefáról, hogy lássa őt, akkor azt is látjuk, hogy Jézus megáll. És annyira fontos, hogy a magam és a magad részét megted, keressem és keresd az Urat, amíg megtalálható. Hívjam és hív segítségül, amíg közel van. Amíg alkalmas az idő, addig, amíg tart a ma, amíg lehetőség van jönni az Úrhoz. És Krisztus nem hagy figyelmen kívül senkit. Úgy olvassuk, megállt, és Zákeusnál is a falat fa megállva fölnézett rá, és így hívta őt Zákeus. Gyorsan! száj alá, mert ma, most, nekem a te házadnál kell megszállnom. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy Jézus mennyire határozott, kategórikus, és mennyire világosan mondja azt, hogy minek jött most el az ideje. Zákeus. Eljött annak a terminusnak a napja, amikor te és én együtt fogunk beszélgetni. A te házadnál együtt fogunk imádkozni. Együtt fogunk vacsorázni és ott fogok maradni. Ott fogok megszállni és bár majd elmegyek következő nap, de a te szívedben ott lakozom. Eljött az az idő. A kellemes idő, a meglátogatás ideje. És Zákeus felismerte ezt, és azt olvassuk, örömmel fogadá őt, leszállva gyorsan vezette az ő házához. Annyira fo fontos a befogadói magatartás, a nyílt, az őszinte, a Krisztus előtt titok és minden egyéb elzárkózottság nélkül meghátrálás, magyarázkodás, vagy bármilyen más elszigetelődéstől, félreállva, elfordulva, fogadni Krisztust. Annyira tudjuk mi emberek magyarázni azt is, érvelni amellett, hogy most miért nem, hát most nem alkalmas, mert nem készültem rá. Igaz, Jézus tanítványival együtt 12 férfi személye, és még mások is voltak vele, tehát komoly csapattal ment. Nem egy személynek, ott minimum 13, 15, 17, 18, 20, nem tudjuk hány személynek a befogadásáról van szó. A tanítványi körrel együtt is még lehet, hogy mások is ott voltak Jézusra együtt, akár az asszonyok, akár más tanítványok, akik nem voltak a 12. köréből valók. De Zákeus nem ijed meg ettől, és nem, hogy ez, uram, én uram, kellett volna szóljál, üzenjél, bejelentkezzél, valamilyen módon értesítsél, így nem lehet, uram. Hát, hogy gondolod? Nincs kifogás. Zákeus leszáll, és örömmel fogadá őt. De azt a kifogást sem mondta az álkeves, hogy Uram, én fogadnálak tégedet, tudod? Ezzel megbotránkoztatnád a kröltünk lévőket. Nem másokra tekint. Ő tudta, hogy házanépével együtt szüksége van Krisztusra, az Isten kegyelmére, hogy együtt legyen Jézussal és nem magyarázkodik. Nem azt nézi, hogy mit fognak mondani mások. Hogy nem amellett érvelt, hogy hát nem illendő, a mesternek rosszat teszek ezzel, anélkül is a farizeusok és az írás már kikezdték, anélkül is már van gondja, baja, ó, ne tetézzem ezt. Nem magyarázkodik. És a harmadik dolog, amit látok Zákeusnál, figyeljétek meg, Örömmel fogadta őt. A szívében ráhangolódott már rég arra, uram, van pénzem, van házam, van családom, de a Krisztus által, az Istentől kapott, a lélek által való örömre van szükségem, örömöm nincs és már az örömnek az első sugára itt van a befogadásnál, és azt olvassuk, örömmel fogadta őt. Nem zúgolódva, nem kényszerűségből, nem muszájból. Egy lelki pásztor bizonyságot tett arról a gyülekezetében, egy vasárnap reggel, hogy örül annak, hogy sokan eljöttek, és együtt vannak az Isten tiszteleten. Krisztus már sokkal hamarabb eljött, és itt van közöttünk, mondta. Várt bennünket. Egész héten ott volt velünk, és várta azt, hogy együtt az Úr házában hadd lehessünk az ige körül. Örömmel. És hogyan jöttem? Hogyan telepettél most a tévé elé, vagy az internet adása elé? Örömmel. Krisztusban meggyökerezve. Hogyan szolgálok? Hogyan fogadom őt? Milyen a hozzáállásom? Nem valami kényszerűség. Nem valami megszokottság. Véletlenül nincsen benne valamilyen rutin örömmel. És kedves testvéreim, olyan jó, ha Isten házába, és reggel-este, mikor állítatott tartunk a családdal, örömmel veszük kézbe a Bibliát, mert vár bennünket a csendben az ige mellett, az énekben, a bizonságtevésben, a szolgálatra való hajlandóságban vár bennünket Krisztus, ami Urunk. Jöjjünk örömmel. Másodszorban figyeljétek meg, testvéreim, arról olvasunk, hogy nem csupán Jézus és Zákeus szólalít meg, hanem azt olvassuk, hogy van egy csomó anonimus, ismeretlen, név nélküli ember, aki mikor ezt látta, hogy Jézus Zákeussal együtt megy, tart Zákeus otthona felé, mikor ezt látták, mind zúgolódtak, bűnös emberhez megy beszállásra. Ó, hát eddig azt hittük, hogy ő a mesiás. Eddig bíztunk benne, hogy ő az ígért Krisztus. Ő a Dávid gyökere, de nézd meg, hogy mit tesz. És figyeljétek meg az előítéletet. Figyeljétek meg a rágalmazást. Figyeljétek meg a Krisztus az Isten munkájának megítélését. Ó testvéreim, hadd ne tartozzunk ehhez a sokasághoz. Ma is nagy ennek a tömegnek óriási. Ez a néptömeg, akinek előítélete van, aki magyarázkodik, aki valamin idézőjelbe kiakad, és aki másképp gondolja és ítélkezik a Krisztus az Isten munkája felett. Mert neki megvan a maga akarata, a maga meglátása, a maga szokása, a maga hagyománya. Ó, Uram, könyörű rajtam. Könyörül, hogy valamilyen módon ne az ítélkezés bűnébe essek, és ne ebbe éljek, hogy csak így lehet. Te, aki két fűszálat és két falevelet nem teremtettél egyformának, és ezek ezrével vannak a mezőn, és millió számra az erdőn, neked annyi utad van, Uram, számtalad, bocsáss meg, Uram, hogy annyiszor én csak így, csak úgy, csak eképpen, csak ezen a módon képzeltem el, ragaszkodtam hozzá, és ítélkeztem mások felett, sőt, kárhoztatásul még hibáztattam másokat, akár az urat is. Hát hogy lehet ezt így tenni? Bűnös ember, az igen. Bűnös emberhez ment, mert Jézus Krisztus világosan mondja: Az elveszettért, nem az igazakért jött, a bűnösökért jött. És ha te és én, még akkor is, hogyha gyülekezeti tagok vagyunk, 10, 20, 30, 50, 60 éve, és nem tudom, és nem tudod magadról, hogy megváltott bűnös vagyok, nem önmagam érdekében, és nem önmagam ereje által, hanem az ő ereje által élek. És ha nem tudom, és nem tudod, hogy elveszettért jött, és azóta még, hogy megtértünk, bemerítkeztünk, gyülekezethez csatlakoztunk, szolgálatba beálltunk, hányszor kellett Jézusnak megtisztítania, könyörülnie rajtunk? Ha nem ismerem el, s ha nem ismered el alázatos lélekkel, Uram, te tartasz meg, és légy irgalmas. könyörülj, és a mai nap is adj erőt, Uram, hogy nyitott szívvel legyek a te vezetésedre. Uram, nélküled elveszett vagyok. Uram, nélküled nem tudok ma se egy lépése tenni, nem tudom a dolgokat megoldani, nem tudok jó választást tenni. Uram, könyörű rajtam. Ha úgy gondolom, hogy megoldani, meg tudom a dolgokat, akkor nagy lesz a bukás. És van sok gyülekezetbe való járás, éneklés, dicsőítés, imádkozás, megszokásból. Lehet adakozás is. Szolgálat végzése. Mi, akik hirdetjük az ígét különféle lehetőségekkel. Ó, Uram, könyörű rajtunk, hogy nem megszokottságból, ne hagyományból, hanem frissen, tőled való vezetésben tegyük azt. És ne előítélettel. Nem a magunk módján, nem emberileg, nem test és vér által, mert test és vér nem örökölheti Isten országát, hanem egymás iránt legyünk szeretettel, mondja a római levél, és tudjuk azt, hogy egyetértésben éljünk, ne legyünk fenhéjázók, hanem járjunk az alázatosokkal együtt. És figyeljétek meg Róma 12-16-ot, ne legyetek bölcsek atyánfiai, a magatok értelme, a magatok esze szerint. Az emberi bölcsesség nem dicsőít Istent. És az Úr adjon kegyelmet, hogy tudjak és tudj megtérni. Minden olyan előítélkezésből, ítélkezésből, gonosz gondolatból, rágalomból, vádaskodásból, ami gondolatban, szívben történik, hogy ami szóval vagy éppek tettel, Uram, szeretnék élő, érzékeny és lélek által átitatott gondolkozásban szóval szolgálni neked. De harmadsorban azt is figyeljük meg, hogy nem tudta a sokaság, hogy ott benn, a Zákeus házában milyen csodálatos dolgok történnek, de azt olvassuk, hogy Zákeus előállott, és elkezdett beszélni. Olyan sok mondani valója volt az úrnak. És nem azt kezdte, Uram, sajnálom annyi embertől, annyi mindent elvettem, összeszedtem, összeharácsoltam. Tudod, vámszedő, fővámszedő vagyok. Ó, Uram, én már azt sem tudom, hogy kitől, mit vettem, mert nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt. Helyrehozni. Tudod, a rómaiak ezt követelték, így kellett. Így gyűjtöttem be a vámot, és mindig többet kellett gyűjtsek, hogy nekem is maradjon, mert a Rómaiaknak be kellett szolgáltatnom azt az összeget. Nem magyarázkodik. Nem jön különféle beszélekkel, hanem azt olvassuk, Uram, a vagyonom felét a szegényeknek adom. Kész vagyok szolgálni, Uram. Eddig gyűjtöttem, eddig tettem a vagyóhoz pénzt, értéket, gyűjtöttem vagyóhoz, vagyont ragasztottam. Uram, adom, A fele ott van a szegényeknek. Sokan vannak, akik nem tudom, hogy hol vannak, de Uram, te jól tudod, és én a szegényeknek ezt kiosztom. A felét, áll is odaadom. Aztán figyeljétek meg, hogy a megoldásra törekszik Zákeus, amit ő tudott tenni, amit Isten lelke indította, és azt mondja, és tudok olyanokat, akikkel vitatkoztam, veszekedtem, erőszakoskodtam, patvarkodással, keménységgel, karhatalommal, erőszakkal elvettem dolgokat, négy annyit adok. Úgy, ahogy Mózes törvénye előírja, hogy a tolvaj rablott dolgot négy annyival kell visszafizetni, Uram, négy annyit adok. Nem nézte, hogy neki mi maradt. Nem a vagyon lett a fontos már, és életéből és értelméből és gondolkozásából már nem az volt, hogy magának harácsoljon, hogy magát építse, hogy neki több legyen, hanem megnyílt a szíve, megnyílt a keze, megnyílt a zsebe, és kész volt adni. Mert igaz az Isten jobb adni, mint kapni. És ez az élet filozófia megváltozása Zákeusnál, ez a Jézus Krisztussal való találkozásnak az egyedüli, biztos következménye. Úgy nevezzük ezt, hogy Jézus befogadta a szívébe, otthonába, életébe, és megtért. Oda tért az Úrhoz, Ábrahám családjához, Isten családjához, Ábrahám fialető is. Addig egy bűnös, addig egy pogány, addig egy kirekesztett ember volt, most hazaérkezett. Ádám utóda, aki ő is az édenen kívül bolyongott, nyomorúságba testnek, világnak, pénznek, aranynak, ezüstnek élt, most már él Istennek. Isten dicsőségére. És a megtérés ezt jelenti, hogy azzal, amin van, ott vagyok az Úr szolgálatában, az ő dicsőségére. A megtérés azt jelenti, hogy többet nem én, hanem él bennem a Krisztus. A megtérés azt jelenti, hogy a bűneimmel oda jövök Isten elé, és azt mondom, Uram, könyörülj rajtam, tisztíts meg, és én többet nem úgy élek, ahogy eddig éltem. Én ezután neked szolgálok, és azzal, amivel megáldottál, téged dicsőítelek. A megtérés azt jelenti, hogy előállok, és Krisztussal beszélgetve kész vagyok az ígét fogadni és megtenni, beteljesíteni. Ne habozz! Kedves, igehallgató. hallgató! Akkor is, ha már megtérésed volt, újulj új meg Krisztus szeretetében, elhatározásodban, döntésedben, de ha van olyan valaki, aki még nem döntött Krisztus mellett, ma van a kellemes idő, ma van az üdvösség napja, és Zákeus, a vámszedő, üdvösséget kapott, és Krisztus kijelenti, ő is az Ábrahám fia. Ő is most már üdvösséget nyert ennek az egész háznak, mert az ő háznépe vele együtt kész volt szolgálni, és Krisztus mellé állni. Az üdvösség örök életet jelent. Az üdvösség Istene való kibékülést jelent. Az üdvösség megtisztulást, helyreállást, az üdvösség Istennel való életet jelent, élő reménységet, boldog, helyreállított kapcsolatot az Úrral és az embertársakkal. Ma lett üdvösség ennek a háznak, és minden személynek lesz ma, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert ma neked és nekem, nekünk szól az Isten ígéje. Azért jött Krisztus, azért jött Jézus az embernek fia. Hogy megkeresse, de megtartsa, örökre megtartsa azt, ami elveszett. Hívd, kért, Jézust választ. Ő a mesiás, a megtartó, a szabadító, az üdvözítő. És általa és benne örök életed van. És milyen csodálatos, hogy azt mondja ennek a háznak. Nem egy szeméről van szó csupán, háznak a népéről. Kedves családapák, családanyák, egyedülállók, akik imádkoztok házatok népéért, bárhol lennének ők, családtagjaitokért, bátran, újból és újból emlegessétek a Lukás 19.10-et. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És emlegessétek Isten előtt, Uram! Úgy, ahogy Zákeusnál ez megtörtént, hogy üdvössége lett annak a háznak, annak a ház népének, Uram, az éházamban, mi családunkban is, hadd legyen mindnyájunknak üdvössége. Munkálkodj és cselekedj. És boldogok mindazok, akik segítségül hívják az Úr nevét. Boldogok, akik kérnek, boldogok, akik az Úr elé jönnek, mert ők meghallgattatnak, megvigasztaltatnak, és átélik Isten nagyságos munkáját. Dicsőség a mi Urunknak, áldott legyen Krisztus, a szabadító, az üdvözítő, a megtartó. Amen.